Az 1960-as évektől kezdve fokozatosan épült ki az iskolapszichológusi rendszer hazánkban. Először az intézményektől külön épületekben akarták kezelni a tanulás során előforduló zavarokat. Jelenleg azonban már az iskolákon belül érhető el a szolgáltatás. Egy ilyen több lábon álló rendszert kell elképzelni, tehát vagyunk néhányan, akik iskolában dolgozunk, fél vagy egy teljes állásban, és van a pedagógiai szakszolgálati rendszer elsősorban, vannak természetesen a klinikai vonalon, akik már pszichiátriai kórképekkel dolgoznak, van az addiktológiai ellátó rendszer, és hát itt keresgéli mindenki a szakma is egyébként ebben a helyét, de több lehetőség van. Szabály szerint tulajdonképpen minden 500 fő feletti létszámú iskolában kellene, hogy legyen egy félállású iskolapszichológus. Ez egyelőre még nem teljesül sajnos. Az iskolapszichológus segíthet egy diáknak, aki lélektanilag téved el, egy tanárnak, aki kiborul, egy szülőnek, aki panasszal érkezik és nem tudja kezelni az adott helyzetet, tette hozzá Szilágyi László. Tapasztalatai alapján egyre többen merik őt felkeresni. Hát, hogy a számok nyelvére lefordítjuk. Mert ugye a hál' Istenben az van, hogy nekem ez nagyon fontos. Annak a pillanatnak, annak az embernek is fontos. Viszont azért itt komoly számokról van szó. A magyar fiataloknak kb. 10%-a szenved valamilyen mentális zavarban. És ez nem csak ebben az életkorban jelent nehézséget, hanem a felnőtt életre is kihat. Tehát amikor egy osztálybeli konfliktus van, akkor az lehet, hogy felnőtt életben egy párkapcsolatban jelentkező problémaként és konfliktusként hat. Amikor kockázatviselő magatartásra és ugrál mindenfelé a gyermek veszélyes helyzetekbe kerülve, akkor az lehet, hogy a felnőtt életben egy konkrét balesetként jelenik meg. Amikor van egy önértékelési zavar serdülőkorban, ami ahhoz nincs támasz, nincs segítség, nincs rálátás, nincs megnyugvás, nincs pillanat, amikor meg lehet állni, meg lehet nyugodni, és más szempontból nézni ezt az egészet, ami körülöttünk zajlik, akkor a felnőtt életben is előfordul, és ezért lenne fontos, hogy tényleg mindenütt legyen, hogy a szakma, az állam, az önkormányzatok komolyan vegyék ezt a helyzetet. 10% ez nem kevés, és tudván azt, hogy a megbetegedések élvonalában van a serdülőkorosztályban a pszichológiai-pszichiátriai jellegű mentális megbetegedések aránya. Az iskola pszichológus nem csak egyénileg foglalkozik a problémákkal, drámapedagógiai, valamint önismeret és személyiségfejlesztő órák is rendelkezésre állnak, hetente kétszer 16 fős csoportokban, az Arany János tehetséggondozó programnak köszönhetően. Ez 4-5 éven keresztül hatalmas segítséget jelent a diákoknak. Megtanulnak szabadon gondolkozni, különböző helyzeteket és konfliktusokat kezelni. Szilágyi László az osztályokon belüli konfliktus kezelésben is segít, ezt mediációnak nevezik. Van, amikor tűzoltásra van szükség, tehát krízis intervencióról van szó, amikor jelen kell lenni egy gyászeset feldolgozásánál, egy halálesetnél, vagy egy konkrét konfliktusnál egy osztályon belül, vagy egy olyan szorongásos zavarról, amikor egyébként egy jól teljesítő gyermek megy ki óráról, és rendszeresen. És az nagyon jó, hogyha már a kollégáknak van erre szeme, füle, hogy itt valami baj van, mert egyébként ötöseket hoz, de akkor már a második, harmadik óráról is kimegy valami oknál fogva, tehát hogy ott valami gond van, és ezeknek a száma is jelentős egyébként, amit nem sokszor nem vesznek észre. És abban a pillanatban
Erről van szó. Valamikor a programok révén egy megelőzés, a hangulat, egy-egy iskolai rendezvény egyébként nagyon sokat tud adni, hogyha olyan témákról van szó, hogy olyan előadók szólalnak meg, vagy visszajönnek régi diákok, és megerősítik a fiatalokat abban, hogy ki kell bírni, lehet, hogy nehéz, és nem csak egyszerűen az, hogy ki kell bírni, hanem az, hogy mindig vannak olyan emberek, lehetőségek, olyan találkozások, amik akár egy egész életre szólóan segítséget jelentenek. Az elmúlt időszakban elindult egy kezdeményezés az Állami Egészségügyi Ellátóközpont részéről, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek között egy hálózat, egy kapcsolat épüljön ki. Ez részben a gyermekpszichiátriát, gyermekpszichológiát, a mentálhigiénész szakembereket és az addiktológiát érinti. A szakemberek sokszor egymásról sem tudnak, és a továbbküldési utak sem tisztázottak egy-egy helyzetben, hogy kihez lehet fordulni, tette hozzá Szilágyi László. A hálózat kiépítéséhez a továbbképzések már elindultak. A fejlesztésre azért is van szükség, mert hazánkban legutóbb 1997-ben végeztek felmérést a serdülő korosztály mentális problémáiról, melyek azóta nagymértékben megváltoztak.